Utolsó, egyben rendhagyó témájú tárlatához érkezett a Főutcai kirakat kiállítás. A képzőművészeti alkotások után ezúttal a 75 éves Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Arany János Gimnázium emlékeit bemutató tárgyakat, archív fotókat tekintetnek meg a járókelők. Nagyon örültünk ennek a lehetőségnek, a korábbi kirakat kiállításokban festményeket láthattunk nagy örömünkre. Mégis úgy gondoltuk, hogy ebbe a sorba talán picit rendhagyó módon ez a jubileumi kiállítás ide illik, hiszen a járvány miatt nem tudtunk méltó ünnepséget szervezni. Mindig a tanév végén szoktunk egy-egy jubileumi alkalomból ünnepséget rendezni. Most az idén ezt őszre halasztottuk, szeptemberben mindenképpen bízunk abban, hogy jelenlétben egy méltó megemlékezést is tudunk. Ilyen formában viszont mégis meg tudunk jelenni. A város nagyon sok polgára a mi tanítványunk volt, és egy kicsit emlékezhet az elmúlt diák éveire. Azt szerettük volna, ha a gimnázium, illetve a technikum jogelődjének a szakközépiskolának a múltját mutatjuk most meg, és nem a jelenét. Alapvetően az iskola múzeum terméből kerültek ki ezek a retro tárgyak. Egyrészt olyan tablók, amelyek a múzeumterem falán találhatóak, és az iskola 60. jubileumi évfordulója után készültek, és az iskola múltját, az iskola emléktábláit, illetve olyan fotókat, ami az akkori diákokról készült, ezeket tartalmazza, és a kirakatüveg mögötti tárgyak pedig egyrészt az egyik kirakatban egy iskolapadot látunk, azon a diákok által használt eszközöket, illetve a korábban kiadott évkönyveket, láthatjuk a másik kirakat mögött pedig az egészségügyi, illetve a közgazdasági szakképzésünk retro tárgyai ezek is, egy nagyon régi írógépet, írógépasztalt, illetve állítható széket, és az egészségügyi szakképzés olyan eszközeit, ami ma már tényleg muzeális darabok. A kirakat két oldalán pedig egy-egy retro iskolaköppenyt láthatunk, ami a 70-es, 80-as évek diákjainak biztosan felidéz sok-sok szép emléket. A gimnázium igazgatója úgy fogalmazott, a kirakat kiállítás jó lehetőség arra, hogy megmutathassák az 1946-ban alapult, idén jubiláló intézmény 75 éves múltját.